Királyhalmon is sokfelé látható, hogy kivették az almatermelők az alma fákat. Helyette mi kerülhet a földbe, vagy egyáltalán mi az, amit a homokvidéken érdemes termeszteni? Ezt Katona Robert helyi termelőtől kérdezem. Igen, való igaz, az alma termelés magába kicsit kezd léjjebb adni, nem annyira megfelelő most már. Nem tudom, hogy mi a probléma, tehát hogy hogy kerültünk erre szintre. Valószínűleg, hogy túltermelés, illetve hát ugye mindenki próbál intenzíven termelni, és ugye egyre nagyobb hozamok jönnek létre. Az alternatíva ebben a pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy talán a krumpli, a burgonya az alternatíva, hiszen rövid vegetáció alatt rögtön tud ugye pénzt hozni a gazdáknak. Más alternatívák ugye a zöldségfélék. Most gondolok itt én személyesen, például a csemege kukoricával próbálkozom már évek óta, de a több lábon állás mindenféleképpen itt a legmegfelelőbb. A homokos talaj mennyire felel meg a csemege kukoricának például, és érdemes mondjuk ebbe belevágni? Én úgy gondolom, hogy érdemes. Igazából már bejáratott vevőköröm van, tehát úgy mindenféleképpen. A homokos talaj, hát ugye a tápanyag utánpótlásról mindenféleképpen gondolkodni kell, és hát az öntözésről is, hogyha megfelelő minőséget akarunk elérni. Én meg vagyok vele elégedve, illetve azt kell tudni, hogy a homokos talaj nem csak a csemege kukoricánál, de más zöldségféléknél is előnyt jelent, hiszen az íztartalma tulajdonképpen az adott zöldségnek vagy gyümölcsnek összesen hasonlítható például egy más talajon termett termékkel. Mindenki valamivel próbálkozik, ami még nincs a környéken. Hát én gondolom, hogy azért mindenki valahol megtalálja a számítását, hogyha nem adja fel, amit elkezdett. Az se jó, hogyha mindenki egy valamire áll rá. Lásd például ugye az alma esetében. Mindenki almával próbálkozott, és akkor eljutottunk egy olyan szintre, amikor már annyi, akkor a termés, akkor a hozamok, hogy igazából nem lehet eladni. Azt gondolom, hogy az sem megoldás, hogy mindenki magyarul rájön át. Ez a több lábon állás, illetve a tarkaság szerintem ez a megoldás. Kovács András királyhalmi termelőtől is megkérdezem, hogy egyáltalán mit érdemes most a homokvidéken jelenleg termeszteni? Ink őszi boraszka mentünk legjobban, még megy van egy darab ütetve. 500 darab egyet ütettünk. Most, hogy avval mi lesz? Avval gond lesz a leszedése, de hát valamilyen kül foglalkozunk. Tehát maguk is egy kicsit átállnak, ugye kevesebb almát, és akkor inkább az helyett most akkor őszi barack fa csemetéket, illetve medgyet tettek a homokba. Igen. Miért nem érdemes volna, vagy miért nem kifizetődő most az almát termeszteni ön szerint? Azért kifizetődő, mert ez egyelőre nagyon veszteség, nem lehet eladni. Olcsó az alma nagyon. Úgyhogy nem megy az alma, egyszerűen én is egy darabot őszre kiszedek. Nincs értelme. És miért esett a választáspont mondjuk az őszi varackra? Hát az, hogy nyáron elbírod adni, és akkor nincs annyi gond vele, mint télen tárolni, meg kevesebbet is kell permetőni, úgyhogy én jobban megtaláltam a számodást az őszi varackba. A medgyet is kifizetődő termeszteni, mert azt is látni, hogy elég sokan átállnak mondjuk a medgy termesztésre is itt a homokvidéken. Hát megéri, mert kevesebbet is kell permetőni, meg ha nem, kifűzünk pálinkának. A megy pálinka nagyon jó kellendő. Egyszer azt mondta nekem, hogy az almát egyedül úgy érdemes termeszteni, hogyha az ember pálinkaként értékesíti, tehát pálinkának kifőzik. Hát az idén majdnem az lesz belőle az egész pálinkának. Egyszerűen nem lehet eladni. Tehát almáról egyesek konyhakerti veteményekre, mások barackra, megint mások megyre állnak át. Galkóczi Szabolcs királyhalmi termelő mit termeszt jelenleg, és itt felszámolták-e az almafa állomány egy részét? Mi tavaly évben szedtünk ki gyümölcsös, de azt még azért, mert el voltak öregedve, viszont újítottunk is utána, szintén almát. Folytassuk továbbra a konyhakertészetet, de azt már csináltuk előtte is, úgyhogy már egy 20 évvel foglalkozunk krumplival is, ugyanúgy folytassuk ezt is tovább. Ha jól tudom, a kiszedett almafák egy részének helyébe krumpli került a homokba. Igen, egy részébe krumpli került, de viszont ahol előtte meg volt krumpli, oda meg tettünk gyümölcsfákat, úgyhogy van utánpótlás. Még teljesen nem mondtunk le erről a gyümölcstermesztésről, hát ha még ez változik a jövőbe. Mondjuk a burgonyát azt miért érdemes termeszteni? Próbálunk több lábon állni, pont ez véget, hogy a gyümölcs már most a második évben egy kicsikét ilyen gyöngébb
az eladása is, az ára is, talán még az idén egy kicsit jobb a tavalyihoz viszonyítva. Most nem mondanám, hogy kevés munka van a burgonyával, de hát abból is tudunk valamennyit profitálni, ha az alma nem igazán megy. Tehát akkor leszögezhetjük azt, hogy viszonylag még minden között a burgonya a legkifizetődőbb, mármint annak a termesztése itt a homokvidéken? Talán mondhassuk ezt is, de most már ugye elég nagy számba termesztenek burgonyát. Valószínű, hogy ez a sok kiszedett gyümölcsfa helyére is egy részére burgonya fog kerülni, úgyhogy talán ezt csinálják legjobban az emberek itt. Mit jelent ez a több lábon állás? Tehát akkor mi mindent érdemes vagy kifizetődő termeszteni, vagy mi mindent kell termeszteni ahhoz, hogy a termelő tudjon profitálni? Hát, hogy mit érdemes, ezt azért így nem tudnám megmondani. Az a baj, hogy nem tudunk piacot találni a terményeinknek. Nagyban, ugyebár? Tehát gyakorlatilag csak kicsibe lehet kilónként eladni. Persze, nagyban nem tudunk egy biztos piacot találni, ami biztosítékot adna nekünk, hogy ugye értékesíteni tudnánk a terményeinket, viszont kicsibe ez meg annyira kicsi, hogy egyszerűen a piacokon nincs vásárlóerő, nincs a népnek pénze, az mellett még, hogy ára se nincs igazából, de még mennyiséget se tudunk eladni. A piacokon kik a legjobb vásárlók? Általában, hogyha kimennek a termelői piacokra. Hát nekünk már, aki kijön a piacra, az már mind jó vásárló, meg aki vásárol is, mert hogy már nem nagyon van. Talán az idősebb korosztály maradt még, ugye ez a nyugdíjas réteg legjobban, ezek meg ugye elköltik ezt a kis pénzüket, és akkor annyi. Úgyhogy mi már lassan jobban várjuk a nyugdíjat, mint ők. Egyébként több termelő is azt mondja, hogy ugye érdemes lenne például ugye barackot, medgyet, magyarót termeszteni, de munkaerőhiány van, hiszen ezek leszedéséhez azért a kézi munka elengedhetetlenül szükséges. Igen, itt a probléma, mert egész évben addig még megtermeljük a gyümölcsöt, nincs gond, mert ugye gépesítve van szinte minden, hanem ugye nyáron, mikor jön a terménybetakarítás, akkor nem találunk embert, mert ezek mind sok munkaerőt vesznek igénybe, ugye.